Ékszerek és különböző elektronikai eszközök könnyen új gazdára találhatnak nyaralásunkkor, ha felelőtlenek vagyunk, pláne ha szem előtt hagyjuk őket. Sokan esnek abba a hibába ilyenkor, hogy már az indulást követően kiposztolják a közösségi oldalra, hogy hol lesz az üdülés a következő napokban. Nem sejtve, hogy ezzel a rossz szándékú emberek tudtára adják, hogy üres a lakás. A tapasztalatok szerint évről évre előfordulnak ez alapján induló betöréses esetek. Ne tegyünk lehetővé azt, hogy tippet adjunk bárkinek, és hogy a lakásban nincsenek otthon. Egyébként az ingatlanban, ha lehetőség van rá, a lehető legkevesebb készpénzt tároljuk, alapvetően erre figyeljünk oda. Utazás előtt meg egyébként is törekedjünk jó kapcsolatra a szomszédokkal, figyeljenek oda a lakásra, meg lehet kérni például őket arra, hogy a postaládát ürítsék, és akkor ezzel nem adunk tippet arról, hogy nincsenek otthon a hazaiak. Ha valaki mégis azt tapasztalja, hazaérkezve, hogy a lakását feltörték, betörtek az ingatlanba, akkor ne kezdjenek kutatást, hogy mit vittek el, hanem tegyen bejelentést a 112-es segélyhívót, és akkor ezt követően a rendőrség majd megteszi a szükséges intézkedéseket, de a helyszínt semmiképp sem változtassa meg. Rengetegen hűsölnek a fürdőkben a nyár talán legmelegebb napjain, ez is rejt ugyanakkor veszélyeket. Vannak ugyanis kiképzett tolvajok, akik akár egy perc alatt kirámolják az őrizetlenül hagyott táskákat. Ha lehetőség van rá, akkor az érték megőrzőt mindenki használja, annyi pénzt szánjon rá egy strandolás alkalmával. Ha nincs lehetőség érték megőrző használatára, akkor az értékeit eleve ne sok mindent vigyen magával, tehát ha lehetőség van, akkor inkább bankkártyával fizessen, vagy mobiltelefonnal fizessen, ne készpénzzel, de ha mégis visz magával értékeket, akkor a többen vannak, akkor valaki mindig maradjon a csomag környezetében, hogy figyeljen rá. Ha egyedül van, akkor próbáljon úgy fürödni, hogy rátekintést nyerjen erre az ő saját holmiaira. A pokrót szép nem véd, ezt már elmondtuk többször, de minimális odafigyeléssel el lehet ezt kerülni. Az utóbbi időszakban egyébként évszaktól függetlenül gyakoribbá váltak a vagyon elleni bűncselekmények. Ahhoz, hogy ez változzon, a lakosságnak is felelősségteljesebbnek kell lennie. Egy olyan időszakon vagyunk túl, az elmúlt időszakban talán kicsit elkényelmesedtek az emberek, nagyon minimális bűncselekmény számban mentünk vagyonelleni szempontból. Most talán a gazdasági helyzet is, meg minden egyéb más közrejátszik, hogy van egyfajta emelkedés. Én azt gondolom, hogy nem kell, hogy lanyhuljon a figyelem, mindenképpen oda kell figyelni mindenkinek a maga részéről, meg kell tenni azt, hogy nyilván a rendőrség kiemelten kezeli ezt az időszakot, fokozott jelenléte vagyunk a különböző turisztikai kiemelt helyeken, a polgárőrséggel együttműködve, de minden állampolgárnak a saját maga részéről is meg kell tenni azt, ne legyen bűncselekmény sértetje. Az elmúlt évekhez hasonlóan egyébként Nyíregyháza frekventált turisztikai területein idén is fokozott létszámban lesz jelen a rendőrség, munkájukat pedig ezen a nyáron is segítik közösségi szolgálatot teljesítő diákok a Turist Police keretében.